ez is nagyon jó téma. Irigység. Nem fogok most közvetlenül beszélni irigységről, hanem közvetve. Pedig ez egyik fő ok, ami tartja embereket anyagi világba, illúzióba, az az irigység. És mivel mi múlt alkalommal beszéltünk a Vedanta filozófiáról, mivel megint Úr Sivával kapcsolatosan van vers, és múlt héten is az volt, és akkor beszéltünk Úr Sivának a misszióról, amelyik sok között egyiket végrehajtott, mint Shankaracharya, és pont a Shankaracharya, a Mayavad filozófia pont irigy embereknek szól. Ugye, ez nekik szól, mert az irigy emberű nem tud elfogadni Istent, mint szemét. És most ezt egy kicsit megnézünk, megint a Vedanta, vagy inkább a Vivarta Vada, ugye a filozófia által, ugye a Shankaracharya-nak a Mayavad filozófia, és a Vaishnava filozófiával összehasonlítjuk, és megnézünk gyökeres különbséget. Miért fontos ugye, a filozófia? Srila Prabhupád hangsúlyot teszi a filozófiára, mert hogyha ember csak szentimentalizmus gyakorol Krishna tudatot, akkor ez annak nincsen alapja, és nincsen nem a falaj, hanem a kerítése. Mert úgy magyaráznak az acsárják, hogy a filozófia az olyan, mint a kerítés. Mikor ember gyakorol, és kezd dőlni valahova, akkor ott jön az elmébe a filozófia, ami a logikán alapszik igazából, és ember tud folytatni. A másik, hogy ez egy belső megértés, hogy honnan jött létre, mi a kapcsolat világ és Isten között, ezek a minden megértések, filozofikus kifejezések adnak lehetőséget tisztán látni, hogy miért gyakorolok és mi a cél. Ezért a filozófia az fontos. Ugye, ahogy mondja sokszor Srila Prabhupád, mind a kettőre van szükség. Szükség van a filozófiára, és szükség van a vallásra, ez mint egy érzelmi szintről, mert vallás azt jelenti, hogy be kell kapcsolni érzelmeket. Ugye nem, pont a Mayavad az, ami kikapcsol az érzelmeket, az ember száraz lesz, de bhakti, ott mind a kettőre van szükség. Hogyha nincsen érzelmek, hogy mindenki csak szabályok, és csak ezt csinál valaki, akkor kiszárad, fanatikus lesz. És nem éri el a célt. Hogyha valakinek nincs filozófia, hanem csak rituálé, ahol csak érzelmek, akkor szentimentalizmus lesz, megint nem lesz eredmény. Lesz ingyen ülelés, amit most divat a világban. Na ez a filozófia nélkül szentimentalizmus. Hogy ember azt gondol, hogy kiáll az utcára, kiírja ingyen ülelés, ilyen műanyag, teszkos, zacskos, mosolya, hogy akkor ő most bemutatja a legnagyobb szeretetet a világon. Hát ez olcsó dolog. És szóval ez itt fontos filozófia, ahogy Sivarama Maharaj mondja, nem kell mindenkinek lenni professzor, doktor, akadémikus a filozófiában, de alap dolgokban kell szakértő lenni, mint akinek van jogsi, nem mindenki kell, hogy legyen versenyző, Sisirada Shemasundar Kijjai. De akinek van jogsia, mindenkinek kell tudnia vezetni, balesetmentesen. Ugyanúgy a filozófia fontos mindenki számára. Másképp csak egy szappan buborék lesz. Nem gyakorló, hanem szappan buborék, mert az valamikor csak így kifog. Bum. Oké. Okay. De először egy történetet elmesélek, méregtelenítő történetet mielőtt. Most nem lesz olyan mérgező, mint múltkor, mert rögtön párhuzamatot fogok hozni kettő filozófia között, de egy
nagyon jó történet, Bhaktisiddhanta Maharajról, valakik már biztos hallották róla. Amikor Bhaktisiddhanta Maharaj, ugye mi egyik szempontból, hogy Úr Sivát tiszteljünk, és a Sankaracharyának, mivel tudjuk mi a célja, őt, mint egy Úr Siva inkarnációt tiszteljünk. A filozófiát már nem fogadjunk el, azzal harcolunk. Ez normális dolog. Szóval ezt is Srila Prabhupada és Bhaktisiddhanta Maharaj mindig tanított, hogy nem szabad sérteni már a maga mayavádikat, sérteni nem, csak a filozófiát, az lehet cáfolni rendesen. És valamikor le is állította, volt, amikor egy mayavád prédikát, és a tanítványok elkezdtek támadni, és akkor Bhaktisiddhanta Maharaj leállította, azt mondta, nem, embert már ne támadjátok, ne sértegessetek, hanem nekünk nem emberrel van probléma, hanem azzal, amit csinál a filozófiával. De valamikor kicsit más is van. Egy példát elmondom, amikor egyik alkalommal vonatra szálltak fel, és mentek a vonaton Bhaktisiddhanta Maharaj tanítványaival, és akkor feladták neki vonatra egy nagy doboz mangót. És mentek a vonaton, és szomszédban ült egy Mayavad Sanyasi, aki elkezdte magyarázni, hát minden Brahman, te vagy Brahman, én vagyok Brahman, és akkor Brahman olvad a Brahmanba, és amúgy minden illúzió. Majd ugye mindjárt beszélünk az illúzióról, azt mondja, ez itt nincsen, mindegy minden, mert ez nincsen. Ez csak úgy tűnik, hogy mi itt vagyunk, mint Brahman, mind illúzió. Hát alázatosan, türelmesen egy darabig hallgatta Bhaktisiddhanta Maharaj. Aztán, amikor már gondoltam, jó, akkor most a csodálatos filozófiát hozunk gyakorlatba is. És az a mangó, amivel nagy meleg volt, mangó nagyon gyorsan romlik. És az a mangó már jó rohadt lett az egész. És Bhaktisiddhanta Maharaj ilyen erős brahmacáriknak mondtam, jó, akkor menjétek ehhez a brahmanhoz, és akkor itt van a rohadt mangó, ez mi? Brahman. Vegye meg, a Brahman beolvad a Brahmanba. És akkor oda jöttek a tanítványok, mellé ültünk, és azt mondták, köszönjük szépen a jó tanításokat, mutasd meg, hogy kell ezt gyakorolni. És akkor kirakták oda a rohadt mangót, és akkor mondták, te most mondtad, te vagy Brahman. Oké, ez a rohadt mangó, Brahman, te mondtad, nem? Igen. Hát akkor most ez a Brahman, olvadjon be másik Brahmanba. Hát valamiért ezután csendben maradt a szennyász, Mayavad szennyász. Jó, akkor nézzük meg a gyökerest. Most megnézzünk a gyökerest, hogy lássunk, nekünk bármikor éjszakon megkérdeznek, mi a különbség, hogy miért rögtön tudjuk mondani, és utána megnézzük, hogy hogyan kicsavarta a Shankaracharya a Vedanta Sutrát, ugye, amikor írta a Sariraka Bhashyát. És megnézzünk, hogy igazából a Vedanta Sutra valójában teljesen egyértelmű, amiről beszél. Ugye, amikor emlékeztek, Úr Caitanya hallgatta, akit hallgatta? Sarvabhauma Bhattacharyát, és nem szólt egy szót. Nem tudom, két hétig? Mennyi volt? Két hét. Egy hétig. Hallgatta, és utána mondta, hát vagy nem értesz, ugye Sarvabhauma Bhattacharya mondta, vagy nincs kérdése. És akkor Úr Caitanya mondta, hát tudod, mielőtt te meséltél, és én olvastam, én nekem nagyon világos volt minden. De miután te magyarázol, most végképp nem értem semmit. Szóval ezt csinálják a mayavádok. Jó, akkor kezdjünk, ugye fő sambandha, ez a fő dolog, ugye, ahol kezdődik az eltérések. Akkor hogyan az abszolút igazságot fogalmaznak a mayavádok? Brahman. Ugye? Brahman. És akkor hát nézzünk akkor, mit jelent Brahman? Így szigorúan, hogy mondja a jelentőség szanszkrit. Nagy. Azt jelenti, hogy nagy. Oké. Okay. Mire még vonatkozik a szó Brahman? Ugye, valamilyen abszolút igazságra mondhatjuk Brahman? Igen.
A világra is lehet mondani Brahman. A Jivára is lehet mondani Brahman. Az Úr Brahmára is lehet mondani Brahman. Szóval amikor ők mondanak, hogy Brahman, akkor ez egyáltalán nem lehet érteni, kiről van szó. És mondják, igen, a Brahmant nem lehet megérteni, nem lehet meglátni, mert amikor mi már beszéljünk az Isvaráról, az már a Parabrahman, az már nem az a Brahman, mert arról a Brahmanról nem lehet semmit mondani. És akkor, amikor ő illúzióba kerül, akkor lesz belőle Isvara, ugye múltkor ezt beszéltünk, mikor jobban illúzióba kerül Brahman, akkor lesz, vagy akkor már Isvarából lesz világ és a dzsiva. Hogyan összes Vaishnava filozófia fogalmazza az abszolút igazságot? Hogy mondják? Ki az abszolút igazság? Bhagavan. Bhagavan. Mi a különbség? Mi, hogyha Brahman nagy, minden Brahman, nem minden Brahman, élőlény, az abszolút valaki, Brahman, világ Brahman, Úr Brahman, Brahman, minden Brahman, Brahman a Brahman. És a Bhagavan mit jelent? Az, aki rendelkezik mindennel. Ugye, tulajdonos. Akihez minden tartozik, akinek minden az övé. Ugye ez a Bhagavan. Bhaga az mit jelent? Gazdagság, kincs, érték. Van, az azt jelenti, hogy rendelkezünk, hogy minden az ennyi. És akkor most, hogyha megint itt kettő dolog, amit már nagy különbség van, az megint, hogyha májvádik nem fogadják, hogy van energia Istennek. Hogyha ez van az egész Brahman, és akkor mi a világ? Illúzióni, ez nincs. Ugye meg mondják, hogy amikor a mája befedi a Brahmant, és de valójában, amikor Maya befedi a Brahman, mi történik vele? Semmi nem történik, a Brahman változatlan, vele nem lehet se történjen. Akkor csak úgy tűnik, hogy történik. Az, hogy mi most itt ülünk és beszéljünk és hallgatjunk, ez csak úgy tűnik, mi Brahman vagyunk. Jó filozófia. De a Vaishnavák úgy magyaráznak, hogy igen, Brahman egy szempontból, mint abszolút igazság, változatlan, de neki vannak energiái. Ugye ezért ugye múltkor is beszéltünk, hogy ők mondják, hogy Brahma Parinama Vada, de Shankaracharya még nem is Brahma Parinama Vada, hogy a Parinama az változik, vagy változik a Brahman, de Shankaracharya azt mondja, hogy Brahman nem változik, ezért Vivarta Vada. Azért ezzel az egész teremtés, ez csak Vivarta, úgy tűnik. Látszólag. Amúgy nincsen valóságban, és mondja nagyon jó példát, klasszikus példa, amikor mi bemegyünk egy ilyen szobába, ahol mondják, nem sötét, de nem világos, félhomályos. És ott van egy kötél. És ember, amikor megnézi rám veti pillantását a kötélre, akkor hirtelen kigyújt lát. Ugye? De valójában az ki jó? Az megváltozott a kötél? Nem, ugyanaz a kötél maradt. Szóval nem változott meg a kötél, de még mindig kígyót látsz. Akkor ez csak úgy tűnik, hogy te kígyót látsz. De ettől, hogy te kígyót látsz, mert mindig kötél maradt, akkor hol van a látszat? A te elmédbe. Szóval igazából Brahmánnal semmi nincsen, nem változott. Amíg mi ülünk, ez csak az elmébe nekünk úgy tűnik, hogy mi ülünk, de mi nem ülünk. Mindjárt gyógyítani fogunk, kis mérgezés után jön a gyógyszer. És akkor mondanak, de akkor meg lehet kérdezni tőlük, jó, de ez hogyan történik? Mitől? Hogyha egy Brahman, ami nincsen semmi, nincsen gondolat, Satyananda Brahman, ugye Gyanam, a Satyan Gyanamananda Brahman, ott van magában Brahman, amit nem lehet megmagyarázni, akkor nem változik egy ilyen valamilyen merev dolog, mondjuk statikus, nem mozog, nem változik. És akkor azt mondják, hát úgy történik, hogy ő akar soká válni, ugye, bahosziát. De itt meg lehet cáfolni, májvád logikával, de hogyha ez egy Brahman, akkor mitől akar soká válni?
hogy legyen sok belőle. Szóval ez nem, nem lehet. És utána mondja, lehet kérdezni, de hogyha van egy Brahman, honnan van ez a mája? És hogy lehet, hogy Brahman májába esik? És itt már kitaláltak. Nagyon a zseniális magyarázat, amit kitaláltak májvának, azt mondja, anirvacsaniya. Azt nem érthető. Szóval amikor ő nem tudna valamire válaszolni, akkor mondja, anirvacsaniya. Ez nem lehet, megértelő is kész. Brahmat nem lehet megérteni. Anirvacsaniya. Jó, és akkor most nézzünk a Vaisnava filozófiát. Hogy igen, Vaisnava filozófia is mondja, hogy Brahma nem változik, az összenéte nem szűnik meg, mindig öröki marad, változatlan, de az energiái változnak. És hogyha mi megnézünk akár Bhagavad Gita-ba, ahol nagyon sok helyen van szó arról, hogy Istennek van energiája. Ugye? A Csatur Slokának az első, hogy kezdődik? Aham Sarvasya Prabhava. Tőlem ered minden. Én vagyok mindennek az oka, a forrás. Mata Sarvam Pravartata. És én mindent fenntartom, szóval valamit. Szóval vagyok én, és van energiám. Szóval rögtön a Vaisnava filozófia az nem az Advaita, hanem Dvaita pont. Hogy van energia, és van legfelsőbb úr. Akkor a hetedik fejezetben ott mondja, hogy milyen energiái vannak. Bumira panala vajor kamana buddhir evacsa. Bina prakriti ashtada. Ugye azt mondja, hogy van 8 elemből álló energiám, ami apárja, apara prakriti, alacsonyabb rendű energia. És van jivabhuta mahabhava yaedam dharyate jagat, para prakriti. És van felsőbb rendű energiám, ami jivabhuta, lelkekből áll. Én nem változok, én mindig Isten maradok személy, Bhagavan, és van felsőbb rendű energia, lelki, vagy belső energia, és külső anyagi. Akkor még Sutra Mane Ganaiva. Ugye azt mondja, hogy minden rajtam nyugszik, hogy én ezt az energiát fenntartom. Engem lehet, hogy nem is lehet látni. Azt mondja, minden rajtam nyugszik, mint a gyöngyek a fonalon. Sutra, sutra, ugye ez a gyöngy fosor. Sutra Mane Ganaiva. És ezért, mivel nem látható, attól valahogy intelligens ember érti, hogy van, hogyha mi megnézzünk a kantimálat, és nem látjuk a fonalát, de intelligensen nem értő, nem magától állnak össze, hanem van egy láthatatlan erő, ami egybe tartja a, ezeket a gyöngyöket, vagy hogy hívják, szemeket. És akkor így magyaráznak, hát nem is nem lehet meglátni, ugye a májavádak mondanak is, de Vaisnavák rögtön mondanak, igen, de van egy logika is, és Bhagavad Gita-ban akkor a Gunamai Namamai Duratyaya, ugye megint. Szóval lehet sorolni minden fejezetben majdnem, ahol Krishna újra és újra mondja, hogy én vagyok, és vannak energiáim, és én vagyok, és energiáim. Mint és ebben főleg képes erre elfelejteni. És az irigy ember pont, aki nem tudja elfogadni, hogy van személyiség, vagy Isten egy személyiség, ő neki nagyon tetszik ez a filozófia, hogy te vagy Isten, én vagyok Isten, minden Brahman. Ezt nagyon szeretik, ez a, pont ez az irigység. És mivel minden mindegy, ugye Sankaracharyának egy feladata volt, hogy benépesíteni ezzel a filozófiával a Földöt. Az egyes dolog, hogy tudjátok, hogy miért kellett Kali Yugát benépesíteni. Azért kellett, mert Kali Yugában általában van egy standard, a léleknek ahhoz, hogy megkapjon emberi testet, meg kell felelni bizonyos tulajdonságukkal, igen, mint a mondjuk 21 tulajdonság. Kali Yugában van az a standard légy lejjebb van véve, és bárki, aki egy kicsit valami hasonló az emberre van a tudatban, az már kaphat emberi testet. Lehet, hogy teljesen azért mondja, hogy Kali Yugában a Dvipada Pashu, ugye két lábú állatok vannak. És ezért
mikor Sankaracsárya, habár ő nagyon szigorú szanyászi volt, de tudta, hogy ez a filozófia az nem gyakorolható, és ezt úgyis majd ki fognak csavarni egy kicsit, és emberek jobban elkezdenek benépesíteni a világot. Ugye? Mert minden mindegy, akkor mindegy te mit csinálsz, mert minden bráma, mert te nem csinálsz semmit, hogyha te nem tartasz szabályt, hát ez egy illúzió, te tartasz szabályt. De hogyha te nem életet élsz, te nem élsz, te brámán vagy, te nem, ez csak egy illúzió, ez csak úgy tűnik. És akkor mindent szabad csinálni. Ugye Vivekananda, aki jut Amerikában, mondta, minden, annyira minden, mindegy, hozzatok nekem, tehén most eszek, mert ez egy illúzió, brámán minden. Ugye? Szóval Vivekananda az első, aki mutatta a példát, hogy hogy kell kimagyarázni mindent. És ez a filozófia bátorítja a szobályoknak a megfelelésére, mert ezért így van. Jó, igen, és akkor visszatérjünk megint a Vedanta vagy a Bhakti filozófiára. Ugye van a Svetasvatara Upanishad, ott is nagyon szépen meg van fogalmazva, hogy van Isten és vannak energiája. Ugye azt mondja, na tassyam karyam karanam ca vidyate, nattat samascha adhikarascha drishyate, parasya shakti vividaya shruyate, sabhaviki gyana balakriya cha. Ugye, hogy van parasya shakti, hogy az Úr rendelkezik rengeteg, végtelen sok energiával. És ezek az energiák svabhaviki, ez azt jelenti, hogy nem akármilyen energia, hanem önállóan is tud működni. Hogy olyan energiái vannak, hogy Istennek nem kell minden pillanatban kapcsolatban lenni, személyesen és csinálni, hanem önállóan tud működni ez az energia. Svabhaviki, miért? Mert van neki svabhaviki gyána, olyan energiái vannak, ami tudással rendelkeznek. Bála erővel rendelkezik. Szóval nagy hatalom, ugye, vála, kriya és kreatív, építő, teremtő képesség, potencia van az energiákban. Ezért neki nem kell mindent csinálni, és ezért ezek az energiák változnak, hogy ez a Shakti Parinama vála. Hanem az Úr nem, ő neki vannak ezek az energiák. És ezért tűnik sokszor, hogy láthatatlan, nem lehet látni az Urat. Ugye, mint volt egyszer, amikor fél istenek harcoltak a démonokkal, és elkezdtek harcolni, és elég erősek voltak a démonok, az Úr Vishnu gondolta, akkor segítek. És akkor ő állt a fél isteneknek az oldalára, de láthatatlan volt, és adta az intelligenciát, az energiát, az ügyességet, a saktit, mindent, végül fél istenek győzték. Amikor megvolt a győzelem, akkor ünnepeltek, és akkor elsajátították azt a győzelmet a saját képességüknek, hogy ez mi győztünk igazából. Milyen ügyesek vagyunk, milyen hősek vagyunk, és akkor nagy ünnepséget rendezték, akkor mindenkinek adták medálokat a nyakába, a füzéreket, dicsértek, hogy te milyen jól csináltad, te milyen ügyesen harcoltál. Az Úr Vishnu nézi, mint hát ez mindig ez van. Amikor baj van, akkor mindenki imádkozik, amikor minden jó, akkor mindenki mondja, na, ugye, jó voltam, jó csináltam, ügyes, ez én voltam, ó, írjátok, Guinness rekordban én voltam. És akkor gondolta, jó, hát akkor most egy kicsit próbálok nekik majd magyarázni, hogy nem pont ők voltak azok. És egy jáksa formában megjelent előttük. Uma Devivel, ugye az Uma ez a külső energia, Uma Devivel, és akkor ott állt, és nagyon ilyen félelmetes volt. Félistenek észrevették, és mondta, ki ez? Mit csinál? Nagyon kíváncsiak voltak, hogy ez kicsoda, és az Úr Bráma mondja Agninak, mondja, menj oda hozzá, és deríts ki, ki ez? Kicsoda ez a jaksenyel, furcsa. És akkor elindult fel az Agni, most győzelem után, én vagyok a legjobb.
És akarta volna kérdezni, hogy te ki vagy, és az Úr Visnu Jáksa formában megelőzte, azt mondja, te ki vagy? Ó, nem semmi. Kérdezi, hogy te nem tudod, én kicsit meg kibukott. Tudjátok, mikor valaki tőlünk kérdezte, ki vagy, mint te nem tudod, hát én vagyok a legnagyobb akta az univerzumban. Hogyha nem tudsz, ki vagyok. Hát így gondolt a Agni Dev. Hogy te nem tudod, hát én vagyok a hatalmas Agni Dev. Én itt az univerzumban irányítom a tüzet, én el tudok égetni bármit, bármit, amit csak van a világban. Ó, respekt. Oké, okay, és akkor rakta egy ilyen szalmaszálat a földre, az Úr Visnu, Jaksa formában, és mondja, jó, akkor itt van ez a kis pici porszem, ez a szalmaszál, el tudsz égetni? Simán. Akkor tessék, akkor elkezdte küldeni tüzet, nem égetek, akkor mi? Összes tűz, ami volt, energia, minden oda ment, már minden ég, már ezzel a szalmaszállal semmi nem történt. Akkor egy kicsit így visszavette a alázatosságból, és akkor visszasétált fél Istenekhez, és mondta, hát sajnos én nem tudtam kideríteni ki ő, de valami furcsa. És akkor mondja Úr Bráma, jó, akkor várjon te az univerzumban nagyon erős vagy, mert te mindent tudsz, le tudsz fújni bármilyen bármilyen. Menj oda. Jó, és akkor menj a vájó. Ő is gondolkozik, na mindjárt megkérdezem, hogy ki vagy te. Erre Jaksa megint kérdezi, ki vagy te? Nem tudom. Hát én vájó vagyok, mindenit úgy tudok fújni, én vagy csak, na. Igen, igen, azt mondja. Jó, akkor itt van egy kis szalmaszál, el tudnám innen cseppelni, elfújni. Perc, és akkor elkezdte fújni, és már kifújta összes levegőt. És az a szalmaszál egy millimétert nem mozdult. És akkor visszament ő is alázatosan már, mert a fej azt mondja, hát ez valaki nagyon hatalmas, ez a Jaksa, de én sem tudtam rájönni, ki az. És akkor magyaráznak az acsárják, hogy azért nem értették, mert ők büszkék voltak. Amikor azt gondoljuk, hogy én vagyok valaki, én vagyok Isten, addig nem tudod megérteni Istent. Ahhoz, hogy valaki Bhagavatamrítát megértsen, ahhoz kell alázatosság. Pont, amit itt van, a irigységgel, ami rendelkezett Daksa, ő nem tudta megérteni Úr Sivának a természetét. De nem is beszélünk már a Bhagavanról. Szóval irigység, büszkeség, ez a Sisri Lakshmi Szerdezsanyának így, ez ami kikapcsolja ezt a képességet az emberbe, megérteni, felismerni Istent. És ezért nem tudta. Végül az Úr Brahma mondta, na Indra, most te mész. És akkor az Indra, Úr Indra elindult. De az Úr Indrában volt egy csepp alázatosság. És mikor ő közelítette a Jaksát alázatosan, a Jaksa Úr Visnu látta, huppá, ez alázatos, ez mindjárt meg fog tudni, ki vagyok én, és eltűnt. Eltűnt, az Úr Indra odament, és ott volt Uma, ugye a külső energia, ott maradt, és akkor Úr Indra kérdezte, hogy nem tudnám mondani, légy szíves, hogy ki volt az a személy, ez a Jaksa, aki ilyen hatalmas volt. Nekem van a tipeim, de nem vagyunk benne biztos. És azt mondja, hát ő volt az, akitől ti kaptok képességeket, akitől tüzenergiát kap, az Agni, a képességet fújni mindenhol levegőt, a vájó, és akitől kaptatok képességet és ügyességet, hogy győzelmet arassátok a csatában. És akkor megértette, szóval itt kell egy alázatosság. Ez egy nagyon fontos, és a Mayavad ezt kikapcsol, ott nincsen alázatosság, ott van pont ez a büszkeség és irigység. Ezért ők mondanak, és ezért személyek, akiknek van irigység és a büszkesége, ők nagyon vonzódnak a Mayavad filozófiához.
mert nekik ez tetszik. Hát nem mondják, hogy van csak álpa, egymásnak mit mondanak? Hát nem vagyok én őrült, hogy saját magamnak hódolatot ajánlom. Tisztelem magam, nem honoráljam. Ugye mindenki egymásnak mondom. És most megbeszéltünk, akkor még egyszer fő különbség, hogy ott van a Brahman, amiről nem lehet semmit mondani, és az egész illúzió nem változik semmi, ez a Vivarta Váda, úgy tűnik, hogy működünk, de ez nincsen. Hogy ez történik, Anirvacsanya, egyáltalán nem lehet ezt megérteni. És ott van a Vaisnava filozófia, hogy van Bhagavan, ami meg lehet érteni, hogy vannak neki energiái, azok változnak azáltal, ő a teremt, és azáltal a fölsőbbrendű energia, amikor kapcsolatban van a Bhagavan, akkor ott van a szeretet viszonyuk, és van boldogság, és ezért vannak teremtve a lelkek, hogy a szeretet akkor lehet szeretetet élvezni, amikor van kettő. Ugye most magyaráznak olyan, mint a méz, hogy hol van a méz, a méz édes, de hol van az édesség? Ugye, van az ilyen filozofikus kérdés. Valaki mondja, hát a mézben van az édesség. Hát, hogy? Honnan tudod? Nem lehet tudni. Azt mondják, az édesség akkor van, amikor a méz a nyelvre kerül, mikor van kettő. A objekt, élvezett objekt, és élvező, mint a nyelv. Ugyanúgy, hogyha Isten csak egy szeretet, akkor ott az a szeretet lesz, mint hogyha le van mélyütve. Nem semmi. És ahhoz, hogy ez a szeretet legyen használva, aktív és élvező, ahhoz kell minimum kettő. Ugye kell prema ásraja, és prema visaja. Prema visaja ez a tárgy, szeretett tárgya, és prema ásraja ez aki szeretettel rendelkezik. Ugye? És ezek a bakták, ez a Srimati Radharani, és ezért teremti Isten a lelkeket, hogy ez a szeretet legyen élő, aktív. Mint a férj feleség, ugye nekik mikor van a íz a kapcsolatokból, amikor a férj van egyik szobában, a feleség másikban, nem, amikor együtt vannak és van viszonyok, akkor van rasza. És ezért, hogy ez a szeretet, az legyen, ennek legyen rasza, az ne legyen csak valami lefogyott dolog, azért Bhagavan teremti a lelket. És most még egy pár percben megnézzük ezt a Vedanta Sutra alapján. Ugye a Srimad Bhagavatam, ez a hiteles magyarázat Vedanta Sutrára, tiszta magyarázat, mert már első fejezet, első vers, első ének, pont a Vedanta Sutrát magyarázat. És most ezt is megnézünk, mert ott benne van, amit most meséltem. Akkor, hát megnézzük, megpróbáljuk első négy szutrát megbeszélni. Az első, véletlenül ki tudja az első szutrát ebben a Vedanta Sutrában? Adható Brahma Jigyasa. Adható. Ramanujacharya két oldalt írt csak az adhatóra, a magyarázatot. Adható ezért. Ezért adható Brahma Jigyasa. Ezért kérdez a Brahman után, a legfelsőbb úr után, érdeklődj. Ezért. És van kétféle magyarázat. A mi szintükkel magyarázat, hogyha most, mivel végre megkaptál azt a ritka lehetőséget, hogy megszülettél emberi testbe, akkor most végre ezért tudsz kérdezni, és kérdezzél is, ez a kötelességed érdeklődj a legfelsőbb igazság iránt, Brahma, Jigyasa. A klasszikus védikus kultúrában, Sisradhása Vasundara Tijjaga, adhata úgy magyaráznak, hogy mivel ti már kitanultál összes védát, minden védikus írásokat, upanishadokat, minden, akkor ezután megjut az idő kérdezni, érdeklődni az abszolút igazság után. De. És utána következő, ugye mondja, hogy akkor érdeklődj az abszolút igazság után,
kérdezi, a következő második szutra magyarázza, ki az abszolút igazság. Ki tudja a második szutrát? Jamma Adi Yasata. Igen, Jamma Adi. Hogy Jamma a világnak a forrása, az a Adi, hogyha az abszolút a Brahma Jigyasu, hogy az a Brahma, az az abszolút igazság, ő az, akitől minden származik. Aki minden, egész világnak, mindennek az oka. És hogyha látjuk, már így mutatja a kettőt, a Brahma Sutra. Ugye, ez úgy is hívják, de hát a Sutra Brahma Sutrának is nevezik. Mondja, hogy van Adi, van ez a Brahman, akitől minden származik. Ott már rögtön mutatja, hogy vannak energiái. Ugye, de ugye, amikor Shankaracharya mondja, hát ez már nem az a tiszta Brahmanról van szó. Azt mondja, ez már az a Brahman, ami már változik, ami már illúzióban van. És akkor mondja, igen, ők azt mondja, igen, van Isvara, van Krishna, ők elfogadják, de ez a Krishna az illúzióban van. Amikor Brahman illúzióban van, akkor van Krishna. És akkor így próbálnak ezt megmagyarázni. De a Vaishnava filozófia, ez megint, ez egy tiszta, azért Úr Csaitanya is mondta, amikor én olvasom Vedanta Sutrát, én értem, hát Csambádi ezt eltalál, hogy minden, a Brahman az, akitől minden származik. Az összes energiának ő a forrása. Ez azt jelenti, hogy egy szeméről van szó. Ugye? Mert ők nem így mondanak, ugye ezért át kellett, ők nem ezt fogadták el, ugye Shankaracharya, hanem pont ezt. Satyam Gyanam Ananda Brahman. Ő ezt fogadta el, direkt, ami nem megmagyarázni. Valamilyen szátya, valami örök, valami Ananda, Gyana tudattal rendelkezik, ugye múltkor erről beszéltünk, tudattal, tudással és Ananda Brahman. Tehát tudattal, tudással mindenki rendelkezik, ugye? Élőlények is, lelkek, állatok. Akkor minden Brahman, anyagi világ is tudattal, mert van egy rendszer, ugye ahhoz, hogy bolygók menjenek, akkor az elektronok működjenek, itt az egész világban van egy tudás, hogy ez hogyan működik. Ezért ő, mikor mondta Satyam Gyanam Ananda Brahman, akkor itt minden Brahman megint. De Vedanta Sutra mondja, nem, hanem Jamma Adi Yasata, hogy a Brahman az, hogy van egy külön egy Brahman, az abszolút igazság, ki nem változik, de minden, ő mindennek a forrása. Ez Bhagavan megint, Bhagavant magyaráz a Vedanta Sutra. Ugye ez volt a második szutra. A harmadik szutra azt jelenti, hogy Shastrayonitvát. Hogy ugye ők mondják, a mayavádik mondják, de őt nem lehet megérteni. Semmi, nem lehet róla beszélni, nem lehet, nincs formája, nincs tulajdonságai, nem lehet érteni szavakkal, nem lehet lemagyarázni szavakkal. De Shastrayonitvát arról beszél, majd Vedanta a szutrával, nem lehet spekulálni, de Shastra megmagyarázza. Shastrából meg lehet, hogy honnan tudtatok meg többet a Brahmanról, Shastrayonitvát, a Shastra szentírásából itt van Srimad Bhagavatam, ugye? Ott Bhagavad Gita, úgy meg tudjuk érteni ki a Brahman. Ők mondják, nem, ez nincs. Ezért Bhagavad Gita-t félre magyaráznak, ugye? Azt mondják, hogy igazából öt pándavák, ez az öt érzék, ugye Krishna, nem tudom, elme, vagy intelligencia, az össze-vissza magyaráznak az egészet. És azt Shastrayonitvát, és utána a negyedik a szutra megint megerősíti. Iksate na shabdat. Ugye ez, hogy a hangvibráció, ami a szentírásból, az meg lehet érteni. És mivel minden, Krishna mindenre képes, ezért be tud lépni sastrában, akkor szavakban, akkor itt meg lehet magyarázni Hare Krishna mantrában, murtikban, ő minden átható, mindenhol tud ott lenni, és ezáltal őt meg lehet érteni. Mert hogy ő akarja, és ember rendelkezik megfelelő tulajdonságokkal, ugye bhakti,
hogy tudják, Bhaktya Sajjayate Bhaktya. Hogyha valaki akarja megérteni Krisnát, ahhoz kell bhakti, de bhakti jön a bhaktiból. Ez azt jelenti, hogy vagy, szóval elsősorban kell társulni olyan személlyel, akinek van bhaktia, mert bhakti csak úgy nem nyilvánul meg a szívébe, hanem csak, mert nem, neki nincs ok. A bhaktinak az ok a bhakti. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy nekem szívemben legyen bhakti, nekem kell társulni azokkal, akiknek van bhakti. Ez az egy. A másik magyarázat, ami most január 1-én Sivaramamrát magyarázta, nagyon tetszett, hogy hogyha mi akarunk, hogy ez a bhakti erősödjön, akkor kell bhakti jogát végezni. Mert hogyha mi olyan tevékenységünk végzünk, ami a bhakti, akkor bhaktya sanjayate bhaktya, akkor ettől megnyilvánul a bhakti, vagy megerősödik a bhakti a szívünkben. És ezáltal meg lehet érteni a Bhagavat. Mert ez a feltétel, hogyha emlékeztek Bhagavad Gita-ba, Krishna ezt mondja Arjunának, hogy Sakha és Bhakta. Te meg tudsz engem érteni, azért mert először mondja Bhakta, te vagy a Bhaktam, van neked bhakti a szívedben, és megfelelő hangulatban vagy, szak, baráti hangulatban vagy. Ez a kettő kell, és hogyha ez van, akkor meg lehet érteni. De amikor van irítség a szívében, mint itt látjunk a Daksának és a Majavád követőknek, az irítség a szívükben, akkor sose tudnak megérteni. Lehet neki magyarázni, hogy személy, nem. Tudjátok, ők. Nekik van a Ráda Krisna Mortik és templomokban, Vrindávánban van komoly Maharadik. Sokkal személyesebb, mint mi. Mert köszönnek, mikor bemegyünk, mosolyognak hozzánk. Itt nem mindig van, de ott mosolyognak, praszádamot adnak, mindent. Olyan személyek, hogy mi meg mondjuk, hogy fú, na ezek az igazi bhakták, sose láttam. Csak a probléma az, és van Ráda Krisna Murti. Tudjátok, hogy mondja, amikor bemegyünk Majává templomba, és ott van Ráda Krisna Murti, nem szabad hódolatot ajánlani. Ugye bhakták nem ajánlanak hódolatot. Azért, mert ők, mikor Ráda Krisnát imádnak, és azért csinálják, hogy én vagyok az, magamat imádom, és mikor felszabadulok, megértem, akkor kidobom a murtit, mert nem fogom magamat imádni, mikor már én tudom, hogy én vagyok Ráman. És ez egy sértő, hogy gondolod, hogy ez én vagyok. És Krisna nem lép be a murtiba. Szóval Majava templomban a murti üres. Hiába ott van a forma, nem, mert nincs bhakti, mert Krisna csak a bhaktira reagál, de ott csak sértés van, irítség. És ezért, hogyha bhakta bejön Majava templomba és ajánlja Krisnának hódolatot, akkor ő lesz sértő. Mert kényszeríti Krisnát, mert Krisna ő viszonyoz. Mikor bhakta ajánlja hódolatot, akkor Krisna murtiba be kell lépjen. És egy sértő formában, kényszerben van Krisna belép, olyan formában, ami sértés elkövetnek, és ezért ez egy sértő dolog, hogyha valaki ajánlja a hódolatot a Majava templomban. Ez az irítség, és akkor itt erről szólt. Köszönöm szépen, hogy eljárt az időnk, ennyit is terveztem elmondani. És akkor Grand Tarács, Srimad Bhagavatam ki jaj, Shishi Radhesyam Bhagavan ki jaj, Srila Prabhupada ki jaj, Nitai Gaura Premanande. Bhakti Pátor ki jaj, Gaura Bhakta Vrinda ki jaj.